Sziasztok, Anzsi vagyok! A mai napon hoztam nektek egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas salátát, ami nem más, mint a Snickers saláta. Igen, ez a saláta édes lesz, mint ahogy már mondtam, Snickersből fog készülni, és egyéb más finomságokból is. Hogyha érdekel ez az egész saláta készítés, hogy hogyan is fog ez működni, akkor tartsatok velem, és már is megmutatom nektek. A legfontosabb hozzávaló az 2 szelet Snickers csoki, 2 darab alma, én ilyen zöld savanyú almát választottam, hogy az édes és savanyú aránya egyensúlyba kerüljön, 20 g vaníliás pudingpor, nekem ez fél tasak vaníliás pudingpor, 2 deciliter tej. Hogyha van esetleg főzés nélküli vaníliás pudingotok, akkor nyugodtan használjátok azt. 150 ml habtejszín és 2 evőkanál cukor. A tetejére én 3 evőkanál nutellát fogok majd csorgatni. Ha esetleg van otthon karamellszószotok, akkor próbáljátok ki azzal is, vagy bármilyen másik szószal, amit szerettek. Először elkészítjük a pudingot. A tejből egy picit belöntök a pudingporba, a tejbe pedig belöntöm a cukrot. Hagyni kell, hogy a tej teljesen fölmelegedjen. Hogyha ez megtörtént, akkor mehet bele a pudingpor. És már kavarhatjuk is, mivel nagyon gyorsan meg fog főni. Akkor jó a puding, hogyha jó sűrű lett. Ezt most meg kell várni, amíg kihűl teljesen. Amíg a puding hűl, addig előkészítjük a többi hozzávalót. Az almát olyan 1x1 cm-es kockákra fogjuk vágni. Hogyha az alma darabolásával megvagyunk, akkor jöhet a Snickers. Ketté vágjuk őket. És kisebb darabokra. Most előveszünk egy habverőt, és a tejszínt habbá verjük. Hogyha már jó az állaga a habtejszínnek, akkor jöhet bele a puding, és tovább verjük együtt őket. Hogyha kellőképpen krémes állagot kaptunk, akkor belekeverjük az almát és a csokit. Fogjuk szépen a spatulánkat. Csoki, alma, és ezt most jól összekeverjük. Ezzel el is készültünk a Snickers salátánkkal. Most tálaláskor adunk még neki egy kis Nutella szószt. Hogyha tetszett nektek ez a videóm, akkor kérlek titeket nyomjatok egy lájkot, hogy további videókat is tudjak készíteni nektek, és iratkozzatok fel a csatornámra itt a videó alatt, hogy ne maradjatok le a következő finomságról sem. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!